Köszöntök mindenkit, először is szeretnék bemutatkozni, Kés Merki Fanni vagyok, a jelenlegi drogszakmai civil ombudsman. 2014 májusa és 2016 májusa között készült 2 éves beszámolót szeretném röviden elmondani önöknek. A nyomtatott sajtóanyagot remélhetőleg mindenki el tudta venni a bejáratnál, mert az már elkészült. Röviden szeretném elmondani a drogszakmai civil ombudsman intézményének létrehozásának okát és az azóta elvégzett tevékenységeket. Mint mindannyian tudják, hiszen a szakmában dolgoznak, ez a terület igazából a leginkább kirekesztett társadalmi csoport hazánkban, akik a kábítószerfogyasztókat képviselik. A magyar állam részéről sajnálatosan előfordulnak olyan hiányosságok és mulasztások, amik oda vezettek, hogy az alapvető emberi és egyéb jogok sérelme előhívta azt az intézkedési kényszert, hogy a 4 hazai nagy ernyőszervezet, a Magyar Drogprevenciós és Ártalom Csökkentő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, a Magyar Addiktológiai Társaság és az Ártalom Csökkentők Szakmai Egyesülete úgy döntött, hogy egy projekt keretében drogszakmai civil ombudsmant bíznak meg. Ez az intézmény 2014 májusában az NCTA projekt keretében került létrehozásra, és e körben kaptam megbízást arra, hogy a ombudsmani feladatokat ellássam. Szeretnék röviden szólni arról, hogy mi a drogszakmai civil ombudsman feladata. E körben az alapvető jogvédelmi tevékenységet látom el. Ez azt jelenti, hogy a drogszakmában résztvevő szervezetek panaszai alapján, illetve egyéb tudomásomra jutott esetekben látom el a tevékenységeket. Attól függően, hogy milyen jogsértéseket tapasztalok, illetve milyen eljárásokra van szükség, ombudsmanként több lépést tudok megtenni. Ezek közül az egyik, ami el is fog hangzani, az a jelentés közzététele vizsgálati eredmények alapján, illetve közérdekű adatigénylések. Vannak olyan esetek, amikor ugye közvetlen bírósághoz fordulás az egyetlen megoldás az intézmény és az emberi jogok védelme érdekében, illetve van lehetőségem arra, hogy az alapvető jogok biztosánál eljárást kezdeményezzek, illetve javaslattételt fogalmazzak meg felé. Tulajdonképpen röviden összefoglalva, mit képviselek, illetve kit képviselek. Tulajdonképpen az emberi és alapjogokat képviselem, illetve a drogszakmai szervezetek érdekeit közvetítem az állam felé. Én nem közvetlenül képviselem a klienseket, hanem közvetetten a szervezeteken keresztül járok el, illetve elsősorban a szolgáltató és a civil szervezeteket képviselem, tehát nem egy peres eljárás során egy klienset képviselek, hanem mint összefoglaló a szervezetet és a szervezetek érdekeiben járok el. Milyen ügyekkel foglalkozom? A drogszakmai civil szervezeteket érintő jogsértéseket vizsgálom ki. Ezeket általában a drogszakmai szervezetek jelzik felém, vagy én észlelem ezt a problémát, és így járok el az ő jogaik védelme érdekében. Illetve azt nagyon fontos kiemelnem, hogy nem egyedi esetekkel foglalkozom. Tehát mindig van egy olyan rendszer szintű probléma, ami feltárásra kerül, vagy a szervezetek jelzése alapján, vagy az én megkeresésem alapján, és ez alapján ezek az általánosan jellemző esetek azok, amiket kivizsgálok, és ezek alapján teszem meg a további lépéseket. A jogi státuszom, ez 2014. július és 2016. januári időszakban én a Madász által megbízott ügyvédként jártam el. Az azóta eltelt időszakban jelenleg is a Madász megbízásában, de önkéntes státuszban látom el a feladatomat, illetve hát a továbbiakban ugye nyilván eldöntés kérdése, hogy milyen formában fogok megjelenni. Szeretnék röviden szólni az eddig vizsgált ügyekről és eljárásokról. Ugye említettem, hogy többfajta intézkedés megtételére kerülhet sor. Ezek közül az egyik a rendszer szintű problémák feltárása és az azzal kapcsolatos lépések.
Az első ilyen nagy rendszerszintű probléma az a Keynesi nyilvántartással kapcsolatos volt. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak itt, akik a Keynesi rendszert használják. Ugye a Keynesi rendszert a magyar állam annak érdekében hozta létre, hogy a szolgáltatást igénybevevők kettős ellátását ki tudja zárni, illetve hogy egy felmérést tudjon arról készíteni, hogy milyen szolgáltatásokat és kik vesznek igénybe. Elsődleges célja egyebekben a normatív támogatások többszöri felhasználásának megelőzése volt. Ezzel kapcsolatban a magyar államnak volt egy, illetve van egy kategórikus álláspontja, miszerint a Keynesi rendszer mindenfajta egyéb nyilvántartást, írásbeli nyilvántartást, megállapodást is egyéb felülír, tehát a normatív támogatások jogos igénybevételének megítélése során kizárólag a Keynesi rendszerre alapozza a visszafizetési kötelezettség megállapítását. Ez azt jelenti, hogy ha a Keynesi rendszerben egy szervezet nem vagy nem megfelelően, vagy nem időben jelentett, illetve hát, aki gyakorlatban használja, az tudja, hogy ez egy pipa tételét jelenti az ellátott neve mellé, azokat ugye mind visszafizetésre kötelezték. Ezzel kapcsolatban ugye, hogyha a Magyar Állam Kincstár hoz egy határozatot, ezzel a határozat ellen még közigazgatási eljárás keretében van lehetőség fellebbezni. Azonban, hogyha ez az itt határozat sem megfelelő, akkor bírósághoz lehet fordulni. Voltak ügyek, ahol sajnos bíróságig jutott el az ügy. A sajnos az az, hogy bíróság jutott el, a jó hír benne az, hogy eddig mindent megnyertük. Ezzel kapcsolatban az első ilyen nagyobb ügy az a Keynesi és a Rév-Szekszárd összeütközése volt, ahol egy adminisztratív probléma merült fel az ellátottakkal kapcsolatos napi jelentési kötelezettség kapcsán. Ez összegben azt jelentette, hogy ugye a Révet 14 millió forint összeg visszafizetésére kötelezte a Magyar Államkincstár. Azt kell tudni, hogy a Rév az elsőfokú bírósági eljárásban, mindkét esetben, mert két évre vonatkoznak általában ezek az eljárások, a pert megnyerte. A Magyar Állam igazából a kisebb összegű visszafizetéssel kapcsolatban ezt az ügyet elengedte, azonban a nagyobb visszafizetéssel kapcsolatban elmentünk a kúriáig, mert ugye innentől kezdve közigazgatási eljárásban felülvizsgálatnál nincs helye fellebbezésnek, így a kúria tartott tárgyalást 2016. áprilisában, és ott sikerült a pert megnyerni a Magyar Állammal szemben, mert be tudtuk bizonyítani, hogy a tényállás nagymértékben eltért a kúria egyébként eddig egységes gyakorlatához képest, ami azt jelentette, hogy általában helyben hagyta a Magyar Államkincstár határozatát, és visszafizetésre kötelezte a szervezetet. A másik Keynesivel kapcsolatos ügy a gondviselés alapítvány ügye, akik nem drogszakmai szervezet. Ez az alapítvány idős gondozással foglalkozik. Náluk a probléma a lejelentéssel kapcsolatban abban állt, hogy hétvégén a szervezet nem jelentette az ellátással kapcsolatban a megjelenteket, ugye viszont ők folyamatos megállapodással rendelkeztek, tehát nyilvánvalóan ott voltak. Hétfőn a változás volt, ezt a változást a szervezet jelezte, azonban hétvégén a napi jelentési kötelezettségnek nem tett eleget. Ebben az ügyben annyi volt az eltérés a Révhez képest, hogy itt a bíróság első fokon a keresetet elutasította, és miattuk be a felülvizsgálati kérelmet a kúriára. A kúrián most volt májusban a tárgyalás, és hát ezt a pert is sikerült megnyerni végül, mert elismertük, hogy adminisztratív hibát vétettünk, és itt is sikerült bebizonyítani, hogy a tényállás az hát merőben eltérő az eddigiektől. Úgyhogy ebben az esetben gondviselés alapítvány ügyében egy másik évre vonatkozóan még folyamatban van egy elsőfokú eljárás, amit sikerült felfüggeszteni a Veszprémi Közigazgatási Bíróságon, és mivel az egyik évre vonatkozóan sikerült a kúrián megnyerni a pert, így az várható, hogy a másik évvel kapcsolatban is sikerül megnyerni elsőfokon már a másik eljárást. Volt olyan alapítvány is, akivel szerencsére nem jutottunk el a bírósági szakig. Ez a Félúton Centrum, Félúton Alapítvány ügyében fordult elő. Kovács Saba jelezte, hogy nem tud itt lenni, de mindenkit üdvözöl. Úgyhogy önálluk annyi történt, hogy
A Magyar Államkincstár határozata ellen beadtunk egy fellebbezést, és itt visszafizetés és többlettámogatási kérelem is volt mind a két év vonatkozás, tehát két év vonatkozásában az egyikben visszafizetés, a másikban többlettámogatás, és igazából a fellebbezés folytán egy olyan kedvező döntés született másodfokon, hogy itt már nem jutottunk el a bíróságig, mert a megbízó azt mondta, hogy neki ez tökéletesen megfelel. Ezen túl kettő másik megkeresés is érkezett ugyanilyen kényszi rendszerrel kapcsolatban. Itt ugye tekintve, hogy engem az ügyvédi titok is köt, nem szeretném megnevezni a szervezeteket, mert nem járultak hozzá, akiket eddig említettem, ők hozzájárultak. Itt az történt, hogy az egyik esetben, hogy a kényszi nyilvántartásban csak a megjelenteket jelölték, szintén nem pedig a megállapodással rendelkezőket, mert a papír alapú nyilvántartás és a kényszi nyilvántartás elnevezése különbözik, és ők úgy értelmezték, hogy ugye a kénysziben csak azokat kell bejelölni, akik aznap ténylegesen igénybe vették a szolgáltatást, nem pedig azokat, akik állandó megállapodással is rendelkeznek. Ez is egy 10 millió forintos visszafizetést eredményezhet. Én azóta nem tudok ennek az ügynek az állásáról. A másik megkeresés, ez szintén egy jogellenes kényszi összeütközésből eredt. Ebben az esetben a segítségem az abban állt, hogy a nyilvánossá tett iratok, ugyanis az összes kényszi és egyéb eljárással kapcsolatos irat az a MADESZ-nak a honlapján fellelhető. Ez alapján járt el a szervezet, és ha jól tudom, akkor ők is sikeresen zárták az eljárást. Tehát nekik sincsen visszafizetési kötelezettségük. A kényszi ügyekkel kapcsolatban ugye a kúria jár el felülvizsgálati fórumként, és ugye a kúria feladata az, hogy a jogalkalmazás egységességét biztosítsa. Na most itt a kényszi ügyek kapcsán eléggé eltérő döntések születtek, ugye, mint a két bemutatott esetben is rögtön látszik, hogy az egyikben első fokon sikerült megnyerni az eljárást, a másikban pedig nem, illetve a kúria mind a kettőben úgy döntött, hogy végül is a szervezetnek van igaza. Emiatt kezdeményeztem a jogegységi döntés meghozatalát a réves ügy kapcsán, mert hogy ugye akkor az volt folyamatban az az eljárás. Na most ez a jogegységi döntésre utalás, ez még elbírálásra nem került, azonban ezt a kérelmet a továbbiakban is fenntartjuk, mert nagyon eltérő döntések születnek nem csak országosan, de akár egy megyén belül is, tehát a tanácsok eltérő döntéseket hoznak. Azért azt kiemelném, hogy a kúrián egy olyan tanács van, aki ezeket az ügyeket tárgyalja, és az ő gyakorlatuk egyébként az, hogy általában a magyar állam az, akinek igazat adnak, kivéve akkor, hogyha ugye a tényállás eltérőségét sikerül bizonyítani. Azon kívül, hogy így konkrét ügyekben képviselek szervezeteket, illetve eljárok, tudok segítséget is nyújtani részükre. Ez az kényszis ügyel kapcsolatban már említettem, hogy a letölthető iratok és elérhető keresetek egyéb alapján a szervezetek tudnak eljárni, mert látják, hogy az eljárás hogyan épül fel, illetve milyen jogi lehetőségeik vannak. Így ezzel kapcsolatban a kereseteket, előkészítő iratokat, ítéleteket és a közérdekű adatok elérhetőek a MADESZ honlapján, tehát ezeket bárki letöltheti és szabadon felhasználhatja, hogyha hasonló problémája van. A hasonló eljárásokon kívül kutatási adatigényléssel kapcsolatban is érkezett hozzám felkérés a KCKT-tól. A lényegét tekintve a kapcsolatos dokumentációk hozzáférhetővé és értékelhetővé tétele érdekében történt ez a kutatásos adatigénylés, aminek keretében az NCSZ-t kerestem meg. Ebben az ügyben az első adatigénylés az elutasításra került, majd beadtunk egy újabb adatigénylést, amire az NCSZ készségesen válaszolt, és megadta a lehetőséget, hogy a költségek megtérítése fejében az anyagokat átvehessem. Ezeket az anyagokat, illetve személyes betekintés során az ott tapasztaltakról készült beszámolót átadtam a megbízó részére, és hát ezzel kapcsolatos megállapítások a honlapon találhatók. Ezen túlmenően készült egy
jelentés is. Tehát említettem több lépés vagy tevékenység megtételét tudom javasolni, attól függően, hogy a probléma milyen jellegű. Az elterelés jelentés az 2014 május és 2015 március között készült el. Az elterelés során a drogszakmai ernyőszervezetektől érkezett panaszok és megkeresések alapján indítottam vizsgálatot, ami azt jelentette, hogy ennek keretében a szervezetek látogatása és a problémák feltérképezése után az anyaggyűjtés és szakirodalom áttekintését követően elkészült a jelentés első verziója, amit Jambrik Ágnes be is fog mutatni én utánam. Majd az eltereléssel kapcsolatosan közérdekű adatigénylés is történt a legfőbb ügyészség kabinete felé, és így készült el az elterelés jelentés végső verziója. Ez a honlapon lesz megtekinthető a mai nap folyamán. A rendszer szintű problémákkal kapcsolatban általában a normatív támogatások azok, amik okot adnak arra, hogy bármilyen fellépést is eszközöljek. Így előjött az a probléma, ami a kabos szerződésekkel kapcsolatos. Általánosságban megállapítható az, hogy itt a támogatások folyósítása és a szerződések aláírása, azok megküldésének időpontja, a hiánypótlási eljárások és a lezárt pályázatokkal kapcsolatos beszámolók és visszafizetések elég sok anomáliát szültek. Ezzel kapcsolatban megkeresést küldtem ki a szervezeteknek, és egy felmérést végeztem a körben, hogy náluk milyen problémák fordulnak elő. Ezt egy szintén jelentés jelleggel összefoglalóan sikerült elkészíteni, amit az EMMI részére fogok megküldeni, annak érdekében, hogy ezeket a problémákat ki tudjuk küszöbölni, ugyanis a legnagyobb és legáltalánosabb probléma az az volt, hogy az előfinanszírozott szerződések esetében a szervezetek nem előre kapják meg a finanszírozási összeget, hanem vagy a projekt közben, vagy azt követően, mert előfordult olyan is, aki a projekt végén sem rendelkezett még szerződéssel. Itt, ha nem is a kabos, de úgy tűnik, hogy a kabos szerződések ugye a továbbiakban is élnek, az EMMI felé egy javaslatot teszek, hogy ezt a egy kis időbeli csúszást sikerüljön áthidalni, mert ezek a szerződések, mint ugye az EMMI egy oldalon határoz meg, sajnos egy oldalon az EMMI oldalát is szolgálják. A lícióval kapcsolatos percepciókban köszönöm a segítséget. Itt egy felmérés készült a szervezetek körében arról, hogy ugye milyen a kapcsolatuk a lícióval, egy jó pár szervezettel közvetlen kapcsolatba is kerültem, de a felmérések azt mutatják, hogy akikkel nem, nekik is eléggé nagyfokú ismeretük van arról, hogy milyen tevékenységet végzek, vagy hogy egyáltalán ki vagyok, és mit szeretnék elérni az ő érdekükben. Úgyhogy az ezzel kapcsolatos megállapítások az utolsó két diagramon láthatók, illetve az elégedettségi mutatók az eddigi eljárásokkal, munkamódszerrel is egyébbel kapcsolatban. A munkamódszerrel kapcsolatban olvastam az értékeléseket, illetve javaslatokat is, és természetesen a további eljárás során azokat megfontolom, és azt szerint fogok eljárni, hogy mindenkinek az érdekeit minél gyorsabban tudjuk érvényesíteni. Hát köszönöm szépen a figyelmet, hogy átadom a szót Jambrik Ágnesnek, ő pedig az elterelés jelentést fogja ismertetni. Köszönöm. Mielőtt Ági folytatja, van esetleg kérdés az ombudsmanunkhoz bármi az elhangzottak a kapcsolatban, vagy valamilyen más információ? Nem, nincs. Akkor köszönöm. Mennyi fizetséget csinálja? Ez elhangzott, igen, ez egy önkéntes alapon. Köszönöm.